merre nézek, kalásztenger. Mindenfelé dolgos ember, hull a földre verejtéke, s szaporodik, gyűl a kéme. Hullámoznak a búzatáblák a júliusi melegben, amint a szél végig simítja az érett kalászokat. Lágy ringatózással faggatja a búzát, kezdődhet-e a betakarítás. Július a nyár középső hónapja, az áldást hozza, hiszen ez az aratás hava. A búzáról, a búza betakarításáról beszélünk, ami ugye a magyar nyelven az élet szóval is kiváltható, tehát alapvetően az életükért dolgoznak itt az emberek, az életüket biztosítják be. Tárogató szól a konyári templom tornyából. Ahogy évszázadokkal ezelőtt, úgy ma is hajnali ébresztő dallamok és aranyló napsugarak keltik a falut. Házról házra hívják a gazdákat, hogy vegyék válukra szerszámaikat, kérjenek áldást a falu templománál, és induljanak a határba. A kalendárium jeles napján kezdődik az aratás. A hagyományok szerint Péter Pál, azaz június 29-e után a búza töve megszakad, ez pedig azt jelzi, a gazdák hozzáfoghatnak az év talán egyik legnehezebb munkájához. Sokfelé még ma is azt mondják, hogy a hónapfordulóval elérkezik a dologidő, ami szó szerint látástól vakulásig tart. Az aratás Péter Pál napjától gyakorlatilag több héten keresztül, azt mondhatjuk, hogy majd egy egész hónapon keresztül tartott, és napi 12-16 órát is dolgoztak azok, akik részt vettek ebben a munka folyamatban. Kötélkészítés. A betakarítás kezdetén ez az első feladat a búzatábla mellett. Az aratók, mielőtt a szerszámokat kezükbe veszik, a hajnali harmatos búzaszálakból kötelet fonnak, hogy ezzel fogják össze és kössék kévébe a gabonát. Kétfele vesztjük a búza, markot, és így közzé tesszük az ujjunkat, megcsavarjuk, kétszer-háromszor. A látszólag száraz búzából az aratók rugalmas, erős kötelet készítenek. Amint végeznek, a nagy munka előtt reggeliznek. Régi mondás ugyanis, hogy éhes hassal a dolgos kéz az édesanya kedvéért sem mozdul. A falatozás nem tart sokáig, hamarosan megszólalnak a kalapácsok. A kaszások bengéjüket igazítják, kézi üllőn egyengetik a szerszám élét, hogy az a fenés után egyenletesen vágja a búzát. Aki nem tud kalapálni, az nem is tud kaszálni. Ez egy nagyon fontos művelet, a kaszakalapálás, hiszen enélkül nem lehet folyamatosan, tehát órákon keresztül kaszálni. Az aratást valaha nem kaszával végezték. Erre utal július 2-a, amelyet Sarlós Boldogasszony napjának neveznek. Ezen a napon a keresztények Szűz Mária keresztelő Szent János édesanyjánál tett látogatására emlékeznek. Sarlós Boldogasszony az aratás édesanyja és királynéja. A sarlós jelző arra utal, hogy ezt a munkát egykor az asszonyok végezték. Sarlós aratás elsősorban a nők körében volt jellemző, tehát a nőkhöz kapcsolódott, és igazából a kasza megjelenésével válik kifejezetten férfi munkává, válik igazán intenzív termelési formává. Amint a kalapálás és fenés végére érnek a kaszások, elkezdődik a betakarítás. Az aratópárok beállnak a búzatábla szélére, áldomást isznak, majd munkához látnak. Yeah.
iskola, hogy ott voltam, akkor már megmutatták, hogy kell kaszálni. Előtte raktunk kötelet, mint gyerekik. A kasza egykor a gazdaságok legmegbecsültebb szerszáma volt. A kaszálás a legfontosabb munkák közé tartozott. A kaszálás tudományának elsajátítása a fiúk számára a felnőtté válás egyik feltétele volt. Még a 20. század elején is igazából férfinak az volt tekinthető, aki aratni tudott. Mindegy, hogy 14 éves legény volt, vagy 20 éves, az aratás képessége az, hogy férfi munkát tudott végezni, tette őt igazán férfivá. A kézi aratás ma már csak a hagyományőrzés keretein belül él tovább. Az egykor népes, akár több száz fős aratóbandákat kombájnok váltották fel. Azt azonban szinte minden falu közössége fontosnak tartja, hogy megőrizze a fárasztó, embert próbáló munka rítusát. Nem egy olyan hagyomány most már, azt kell mondjam, hogy ami minden nap, mert ezek az emberek már nem, senki nem arati kombányra, tudjuk nagyon jó. És igazából most már akik még valóban még aratnak, ők talán gyermekkorukban az idősebbjei gyermekkorukban talán arattak. A kézi aratóversenyek résztvevői között egyre több a fiatal, kaszát, sarlót fognak, hogy az életet adó búza betakarításának részesei legyenek. Azért fontos, mert ha mi sem vagyunk tisztában azzal, amit elődeink műveltek, csináltak, akkor az utánunk következők hogy tudják, kitől tudják meg, ki fogja elmondani, ha már megmutatni nem tudjuk, legalább elmesélni tudjuk, hogy is néz ki egy ilyen kézzel való aratás, kaszálás, kalapálás. Édesanyám, adjon Isten jó estét, hazajöttem, mint egy váratlan vendég. Az idősebbek egy-egy ilyen találkozó alkalmával adják tovább a jó aratás titkát. Azt a tudást, amit mindennél többre tartanak. Meg kell tanulni kaszálni. Ez így igaz. Úgyhogy ezt karban tartani, jó kalapálni, jó csapau, meg azt érteni kell a suvintású kaszál. A fiatalok örömmel fogadnak minden fortét. Ahogy mondják, csoda az, ahogy az idősek mozdulataikkal, szavaikkal, tanításukkal a múltba hívják őket kirándulásra. Valamilyen szinten benne van nekem is a véremben, a génjeimben, hogy ebben a szakmában nekem is dolgoznom kell, és szeretem is végül is csinálni. Az aratáshoz számos szólásmondás kötődött. Köztük olyanok, amelyeknek évszázados vagy akár évezredes gyökerei vannak. Azokban az időkben még egyes állatokra totemként bizonyos tulajdonságok, természeti jelenségek megszemélyesítőjeként tekintettek. Bosszankodtak sokat a régi öregek, és mondták, hogy elverte az eső az aratást, hogy medvét fogtunk, ami pedig egy nagyon régi totemisztikus agrárrítusnak az emléke, hiszen valamikor a gabona erejét, azt az életerőt, ami a gabona növényben benne van, és ami a táplálkozás kultúránkban is annyira fontos, egy gabona démon formájában személyisítették meg. Csak medve, hanem például a nyúl, vagy éppen az úgynevezett öreg alakja is megjelenik ebben a személyben, amelyet tiszteltek, amelynek mondhatjuk, hogy áldoztak, sok esetben azért is hagytak gabonát aratás után egy kisebb darab területen a földön, hogy azt a gabonadémonnak, a medvének ajánlják. A learatott gabonát a marokszedők az előre elkészített kötelekre fektetik. Ezeket összekötve a kévéket keresztbe hordják. Az összerakásnak azonban megvannak a maga szabályai. A kévéket úgy rakják egymásra, hogy a kalászt a kereszt belseje felé fordítják, így védik a búzaszemeket az esőtől. Az asztakban főszerepet játszik a legalsó, papné néven emlegetett, és a legfelső, pap névvel megtisztelt kéve. Azért is kapta a pap nevet, mert a magyar parasztság ezzel is meg akart emlékezni arról a közvetlen kapcsolatról, ami a teremtő és a termelő között természetes módon megvolt ebben a hagyományos paraszti kultúrában.
A betakarítás nehéz munkáját gyakran viccelődéssel oldották az aratók. Sőt, a pihenőidőt gyakorta pajzán játékokkal múlatták. A viccelődések azok mindig belefértek, főleg déltájba, védidőbe, a faárnyékába, meg a keresztövébe. Amikor széjjel kell rakni valamit, és a marokszedők ennek kellett széjjel, aki keresztelt, azok lányok, asszonyok voltak. Hát ugye mindenki meg lehajlik. És itt van a dolog érdekessége. Amíg a férfiak, a fiúk és az asszonyok arattak, a lányok sem maradtak munkanélkül. Arató koszorút készítettek, amely csigaszerű, korona vagy koszorú alakú lehetett. Valamennyi forma Jézus Krisztusra utalt. Így adtak hálát a munkások a Teremtőnek a termésért. Ezt hálából vitték el a Jóistennek, hogy megsegítette őket az év során. Érdekes még a történet a kalászokban lévő magvaknak is, mert egyébként ezeket kipergették, eltették, és a következő évben ugye belekeverték a éppen aktuális vetőmagba, azzal a célzattal, hogy javítsa, biztonságosabbá tegye, megvédje a következő évi termést. Július végén a tüskés tarló jelzi, vége az aratásnak. A búzatábla helyén már csak szalmabálák maradnak, de nem sokáig, hiszen a betakarított gabona minden részét, a töreket, a pejvát és a szalmát is hasznosítják. Így nem marad más, mint a hálaadás a búzáért, amelyből augusztusban kisülhet az új kenyér.